Megnyíltak az Erzsébet programban meghirdetett üdülési pályázatok. Jelentkezni a www.erzsebetprogram.hu honlapon lehet az e-mail címes regisztrációt követően. A regisztrálás után, ami saját e-mail címre küldenek egy levelet, azt az e-mail címről aktiválni kell. Utána lehet belépni az aktiválással, már felhozza a belépő oldalt. Itt lehet kitölteni az adatokat. Továbbá itt szintén újdonság, hogy bár nem kell külön adatlapot kitölteni, nyomtatni, beszkennelni, egyetlen egy dolgot kell kitölteni, adott esetben kinyomtatni, egy nyilatkozatot arról, hogy hozzájárulnak az adatok kezelésére, illetve tudomásul veszik az egész rendszert. Ezt föl kell tölteni, jobban, mert nem is föltölteni kell, hanem el kell küldeni a megadott e-mail címre. Ehhez tehát megint kell a saját fiók, mert ugyanazzal az e-mail címmel kell elküldeni, ugyanarról az e-mail címről kell elküldeni ezt a nyilatkozatot, mind amelyik e-mail címmel regisztráltak. Ugye utána ezt be kell pipálni, ezt a részt, és utána enged például csak tovább az adószámra. Itt különböző füleken tovább lépkedve kell megadni az adatokat. A nyugdíjasszelvényt a tavalyival ellentétben nem kell beszkennelni, nem kell föltölteni. Más föltöltendő dokumentum nincs. Az adatokat kell kitölteni, és utána van egy összegző oldal, le lehet ellenőrizni, még mindig vissza lehet menni az adatok javítására, hogyha esetleg valamit elírtunk. Ezt követően kell figyelni, mert amikor már minden adat megvan, akkor érdemes a mentés gombra rámenni, és alatta akkor kijön, hogy pályázhat, de ez még csak pályázhat. Tehát van alatta egy gomb, hogy vissza a főprofilhoz. Erre rákattintva lehet eljutni a pályázom gombhoz, és ott lehet kiválasztani, hogy fürdő belépőre pályázik a nyugdíjasoknál, vagy üdülésre. Ugye a feltétel a nyugdíjas pályázatoknál a 60 éves korhatár és a 147 ezer forint alatti nyugdíj. Ez lehet öregségi, hozzátartozói, rokonnyugdíj, bármiből összetevő, tehát összességében a 2016. évre vonatkozó nyugdíja nem haladhatja meg a 147 ezer forintot. Nagyon fontos, hogy ez így nagyon egyszerű, amit elmondtam, tehát akinek van számítógépe, ne adj Isten, a fia, a lánya, vagy maga is érte a géphez, vagy unokája, maga végigmenni a programon nem egy bonyolult dolog, mindenki meg tudja csinálni. Akinek nincs, annak nem muszáj a saját nevén lenni az e-mail címnek, tehát ez továbbra is lehet fia, lánya, unokája, menye, veje, bárki. Az a fontos, hogy hozzáférjen a fiókhoz, mert mindenféle, mint mondtam, a regisztráció és az egyéb dolgok is az e-mail címről jönnek. Sőt, mi több, nem csak a regisztrálásnál és a pályázat beadásánál, hanem utána is a nyertes pályázatnál is erről az e-mail címről értesítik. Tehát érdemes olyan rokonnak az e-mail címét megadni, aki hozzáfér és elérhető. Ugye több ponton is a városba segítünk a pályázatok föltöltésébe annak, akinek nincsen segítsége, vagy nincsen gépe, számítógépe, nem tud szkennelni, nem tud fényképezni, és le lehet ugye természetesen a nyilatkozatot, tehát digitalizálni kell ennyi, és úgy föltölteni, nem muszáj ezt szkennelni, de aki ezt nem tudja megoldani, több helyen segítünk a városba, például a Turinform irodába is. Mi egy valamit nem csinálunk meg, e-mail címet nem generálunk. A könyvtár, illetve az önkormányzat is vállalta ezt a feladatot. Ők ezt megcsinálják, tehát azokkal az e-mail címekkel már lehet hozzánk jönni. Viszont arra kell figyelni, hogy akinek vagy kreált, vagy létező e-mail címe van, hogy egyrészt elérhető legyen. Ez azt jelenti, hogy ne Cello, UPC e-mail, vagy Outlookos, amit csak az adott gépről lehet elérni, hanem szabad internetes hozzáférésű, tehát Gmail, Yahoo, Freemail, Hotmail, Citronmail, és ezeket tudjuk elérni. Maga a rendszer eleve nem kéri, hogy adjuk meg az e-mail címhez tartozó jelszót. Tehát aki otthon végzi el ezt a pályázati kitöltési procedúrát, annak nem kell megadnia senkinek. Viszont, hogyha segítséget kérne, legyen az nálunk, vagy bárhol, akkor ahhoz, hogy ezt folyamatosan tudjuk végezni a pályázati kitöltést, elsősorban is el kell kérnünk a jelszót. Mi ezt természetesen nem jegyezzük meg, mi ezzel visszaélni nem fogunk, nem is tudnánk, nem is akarunk, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan jöhetnek és adhatják meg a jelszót, de meg kell, hogy adniuk, el kell adniuk, mert sem regisztrálni, sem a nyilatkozatot feltölteni nem fog. Tudni. E-mailen kapnak mindenféle értesítést. Hiába kér lakcímet és levelezési címet is az Erzsébet program, e-mailen kapnak minden értesítést. Tehát arra kérném a pályázókat, hogy olyan e-mail címet adjanak meg, amit elérnek, amit megjegyeznek, vagy amit
kaptak e-mail címet, azt jegyezzék meg jelszóval együtt, és nézzenek rá. Azt tudjuk vállalni itt az irodában, és most tényleg csak a Turinform iroda nevében nyilatkozom, hogy ha időnként bejönnek hozzánk, és megkérik, hogy nézzünk rá az e-mail címükre, hogy kaptak-e értesítést, mert hivatalosan úgy van kiírva a pályázatban, hogy a pályázat lezártát követő 30 napon belül kapnak értesítést. Ez azt jelenti, hogy február 29-ét követő 30 napon belül. De lehet, hogy előbb, mert a pályázat is úgy van kiírva, hogy február 29-ig, illetve a keret kimelőréséig. Tehát lehet, hogy előbb kapnak értesítést. Azt tudjuk vállalni, hogy mi ránézünk ezekre az e-mail címekre, de magunktól nem fogunk senkinek az e-mail címére ránézni, mert nem is kértünk, ugye nem jegyeztünk meg a jelszavakat, tehát csak személyes felkeresésre fogjuk ezt megtenni. Mi ezért nem is vállaltuk egyébként az e-mail címeknek a generálását, hogy ne legyen ebből probléma, hogy azt gondolják, hogy mi automatikusan nézzük. De ahol e-mail címeket gyártottak, ott se tudják ezt vállalni, nehogy félreértés legyen belőle, hogy az e-mail címünket ellenőrzik. Tehát be kell jönni, vagy otthon, vagy rokonnál meg kell nézni ezeket az e-mail címeket, és utána is érdemes azért néha ránézni, hogyha nem foglalják még le a szállást, mert általában ezek az e-mail címek Gmail, Freemail, ez 3 hónap használatlanság után megszűnnek. Úgyhogy újra hangsúlyozom, hogy a jelszót jegyezzék meg, az e-mail címet jegyezzék meg, és ne felejtsék el ellenőrizni az e-mail fiókukat.